Köszöntöm nézőinket, önök a Hajrá Sopran című műsorunkat látják. Mai adásunkban elsőként összefoglalót láthatnak a szombat esti női kosárlabda szezonnyitóról, amelyet a két soprani csapat vívott egymás ellen. A mérkőzés előtt ünnepélyesen elbúcsúztatták Fegyverneki Zsófiát, akinek ikonikus négyes számú mezét felvonták a csarnokban. Ezután maradunk a kosárlabdánál, érkezik a stúdióba az SKC másodedzője és játékosa, Baksa Szabolcs és Csendes Péter. Végül a hétvégén rendezett három a Károly terepfutó versenyről számolunk be. Tartsanak velünk! Családi szezonnyitóval ünnepélyes hangulatban indult az idei női kosárlabda szezon. A két soprani csapat mérkőzésének kezdete előtt elbúcsúztatták Fegyverneki Zsófiát, és felvonták a legendás négyes számú mezét, amit a jövőben nem viselhet senki Sopronban. Valamint átadták az elmúlt év legjobb játékosának járó díjat, melyet Jelena Brooks vehetett át Török Zoltántól. A hagyományokhoz hűen idén is ünnepélyes keretek között tartották a Sopron Basket szezonnyitóját. A bajnoki rajthoz kötött családi nap már délután kezdetét vette, amikor az utánpótlás csapatok bemutatóját láthatták a szurkolók. Ezután a két soproni csapat játékosai érkeztek a parketre, elsőként a Darazsak Sportakadémia fiataljait szólították. A Sopron Basket csapatának bemutatását követően Török Zoltán ügyvezető a tavalyi szezon legjobbjának járó díjat adta át. Az elismerést a csapatkapitány Brooks Jelena kapta. Majd a magasba emelkedett a tavalyi emlékezetes Magyar Kupa győzelemnek és a Darazsak bajnoki címének emléket állító zászló is. Ezt követően az est legmeghatóbb pillanatai következtek. A klub méltó módon búcsúztatta el legendás játékosát, Fegyverneki Zsófiát, aki 11 szezonon át volt részese meg annyi győzelemnek és bajnoki címnek. A pályaszélén a korábbi csapatkapitány pályafutásában meghatározó személyek sorakoztak egy-egy szál virággal a kezükben. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke mellett Béres Tíme, a Károlyi Andrea, Rád Géber László és Zsejko Djokic is Sopronba érkezett, Fegyverneki Zsófia játékos pályafutásának búcsúztatására. A korábbi csapatkapitányt dr. Farkas Ciprián Sopron polgármestere is köszöntötte. Zsófi hosszas vastaps közepette lépett a parketra, hogy elköszönje a szurkolóktól is. Nagyon gyorsan elment ez a 25 év. Az utolsó pillanatig szerettem játszani, úgyhogy talán ezért is ennyire nehéz a búcsú. Amikor Pécsi lányként annyi egymás elleni csata után először felvettem az adottságomhoz, azt hiszem, hogy kevesebb gondolták, hogy mit fog állni előttetek. Én viszont hamar tudtam, hogy megtaláltam a helyem. Szeretném megköszönni a szurkolóknak, nektek, meg a közösségnek, Sopronnak. A játékost ezután korábbi edzői, játékostársai és a Sopron Basket csapata, valamint stábtagjai köszöntötték, majd ikonikus négyes mezét is felvonták a magasba, melyet a szurkolók felállva tapsoltak. Nagy büszkeség ez nekem, hogy olyan emberekkel lehetek ott fönt, és az, hogy ebben a csarnokban felhúzták a mezem, tényleg egy óriási büszkeség, és
nem gondoltam volna a karrierem elején, hogy ma itt fogok állni. Török Zoltán elmondta, történelmi este volt ez a Sopron Basket életében, hiszen a klub visszavonult ikonjáról és a fiatal tehetségekről egyaránt szólt a szezonnyitó. Két okból is történelmi ez a mai nap a soproni kosárlabdázás történetében. Egyrészt a legfontosabb az, hogy Fegyverneki Zsófia nem csak a mi ikonunk, hanem azt hiszem, hogy az elmúlt évtizedek legmeghatározóbb magyar női kosárlabdázójáról, az egyik legmeghatározóbb női sportolójáról beszélünk Magyarországnak. Visszavonultattuk a mezét, és ez az ünnepség, ez egy rendkívül megható pillanat volt a klubunk történetében. Másrészt pedig itt a fiatalság, itt a jövő, hiszen megnyertük az amatőr másodosztályú bajnokságot, és a Sopron Basket mellett a sportakadémiánk, a Darazsak Sportakadémia feljutott az profi bajnokságba, és a sorsolás szeszélye folytán a két csapat egymás ellen kezdi a bajnokságot, ami megint azt hiszem, hogy egy történelmi pillanat, hiszen a klub utánpótlása és a felnőtt profi állománya egymás ellen mérkőzhetnek. Az ünnepélyes pillanatok után kezdetét vette a mérkőzés, melyet a Sopron Basket a Darazsak Sportakadémia ellen vívott. A Sopron Basket megerősödött kerettel több új légióssal vág neki az idei szezonnak, és ismét szerepel a csapat a nemzetközi porondon. A szezonnyitó mérkőzésen nem volt kérdés a végeredményt illetően. Sopron Basket, Darazsak Sportakadémia 113-31. Nagyon jó volt átélni ezt az estét. Nagyon sokféle érzelem kavargott bennem, nyilván végignézni a tavalyi év sikereit, látni az akadémiai csapatot, ahogy megnyerték a bajnokságot, és ellenük játszani. Nagyon sokukkal foglalkoztunk, és edzettünk együtt, és Zsófinak a mez visszavonultatása is. Tehát nagyon-nagyon sok, azt gondolom, nagyszerű, jó emlék és értékes pillanatok előzték meg a mérkőzést. És ebből nyilván váltani és mérkőzést játszani, talán azt mondom, hogy egy picit nyilván érthető mód nehéz is, talán a mérkőzés elején ez egy picit érezhető volt, de végig azt a stílust képviseltük, amit idén szeretnénk játszani. Kemények voltunk, jó energiával játszottunk, és emiatt gratulálok a csapatnak. A Sopron Basket legközelebb szerdán hazai pályán fogadja a Sziget-Szent Miklós csapatát, majd szombaton a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia otthonában mérkőznek meg a soproni lányok. Az első nemzetközi kupameccsre október 10-én idegenben a Bodrum ellen kerül sor. Megkezdődött a 2024-2025-ös férfi kosárlabda szezon. A Sopron KC is átalakult, és nagy tervekkel, célokkal vág neki az új szezonnak. Baksa Szabolcs másodedzővel és Csendes Péterrel beszélgetek itt a stúdióban. A szeretettel köszöntelek titeket. Köszönjük a meghívást. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok, és még mielőtt az idei tervekről, a felkészülésről beszélgetnénk, gondolom én azért minden klub életében történik egy, hogy mondjam, számadás, amikor levonja a tapasztalatokat az elmúlt szezonból. Gondolom én nálatok is ez megtörtént, és aztán utána hogyan kezdődött el a munka? Igen, a tavalyi szezon az egy nagyon érdekes szezon volt a szurkolók számára. Biztos nagyon érdekes vagy izgalmasnak számított, hiszen az utolsó fordulóban még 6-7 csapat küzdött azért, hogy rájátszásba kerüljön. Ugye nekünk a célunk az ez volt, hogy a legjobb 8-ba bekerüljünk, és ez végül sikerült is, ha bár nem könnyen. Úgyhogy ezt a célunkat elértük, azt nem mondom, hogy maradéktalanul elégedettek voltunk, de összességében azt gondolom, hogy a teljes szezont tekintve reális eredmény született. Ezt követően igyekeztünk természetesen az értékeinket megtartani, viszont tovább erősíteni a játékos keretet a nyári átigazolási szezonban, mind a magyar magot tekintve, mind pedig légiósokat. Hogyha a játékos keretet említetted, akkor szerintem el is mondhatjuk, kik az érkezők, kik a távozók, mennyiben erősödött meg az SKC? Igen, a távozók oldalán Sitku Marci szerepel, aki Zalaegerszegre igazolt, Polsztár Attila Veszprémben folytatja a pályafutását.
helyükre érkezett Kucsera Dániel Kecskemétről, illetve Takács Kristóf Körmendről. Két nagyon tehetséges fiatal játékosról van szó, akik már letették a névjegyüket úgymond a saját klubjukban, és most Sopronba szeretnének új impulzusokat kapni. Ezt leszámítva pedig a teljes légiós mag, aki lecserélődött, négy új külföldi érkezett a csapathoz. Légiósokra még külön kitérünk, de előtte Péterhez fordulok. Itt már van tapasztalat, hogy milyen lesz ez a csapat. Milyen a hangulat, milyen ez az állomány, hogy érzed magad benne? Azt gondolom, hogy egy nagyon jó társaság jött össze mindemberileg, mint pedig kosár szempontjából is. Azt gondolom, talán idén még a csapatjáték jobban fog dominálni, mint a tavalyi évben. Ezt talán a szurkolók is észrevették a felkészülés során, és azt gondolom, az öltözői hangulat is nagyon jó, mivel tényleg remek emberek érkeztek ide, szóval abszolút bizakodó vagyok a szezonnal kapcsolatban. Rád milyen feladat hárul? Hát így alapvetően a csere irányító pozíciót töltöm be. Ugye amikor a légiós irányítónak pihenőre van szükség, akkor átvegyem a helyét, és akkor segítsem a csapatot ilyen csere irányítóként. Nagyon érdekes egyébként, hogy egy szezonról szezonra tulajdonképpen a légiós maga, az mondhatni, hogy kicserélődik szinte mindig, és akkor majd mindjárt Szabolcsot is megkérdezem, de neked milyen az, és mennyire nehéz, hogy azért a légiósokkal, új légiós csapattal együtt dolgozzál? Gondolom én itt azért kell a profi szemlélet. Hát kell, meg nyilván nem könnyű, hogy mindig minden évben új csapattársak, új embereket kell megismerni, minden ember más, szóval van benne nehézség, de van benne pozitívum is, hogy tényleg új embereket ismersz meg, és nem mindig ugyanaz van. És elnézést a kifejezésért, közben Szabolcshoz fordulok, sokszor itt a szurkolók szokták mondani, ezért egy légiós leigazolása valamikor zsákba macska is, hiszen nem tudja az ember, hogy mi történik. A mostani magról mit kell tudni, milyen szempontok alapján döntöttetek, és mit vártok tőlük? Igen, hát a téma felvetéssel kapcsolatban sajnos az a helyzet, hogy Magyarországon légiósokat megtartani, ahhoz nagyon mély pénztárca kell. Nagyjából inkább az a tendencia, hogy ha van egy kiugró teljesítmény, mint mondjuk a tavalyi játékosunk David Nichols, akkor őt ha Magyarországon is lehet tartani, ugye ő most az Albacombhoz igazolt, ott egy másfajta pénzügyi struktúra van, mint itt, szóval nyilván jó lenne, ha kevesebbet kellene cserélni a légiósokat, de a piac az sajnos nem kedvez ebből a szempontból, viszont én nagyon pozitívan látom az idei igazolásainkat. Igazából két nagyon fiatal légiós érkezett, vagy hát legalábbis európai tapasztalatot tekintve nem is első évesek, de még ezen a szinten mondhatni, hogy ez lesz az első szezonjuk. Négyes és kettes poszton, ők Selim Fofana és Isaiah Musius. Mind a kettő nagyon atletikus játékos, gyors, jól egyegyeznek, jó a dobókészségük. Melléjük hoztunk egy olyan irányítót, akinek tényleg a csapat az első számú, és nem önmagának, hanem a többieknek próbál inkább helyzeteket kialakítani, Cortez Edwards. Ő Romániából érkezett, és egy úgymond veterán magas emberrel zárul a sor a légiós kontingensbe, Brandon Gerett, aki tavaly, tehát az elmúlt két szezonban az orosz, illetve a VTB ligában játszott, ami a magyar ligánál sokkal magasabban jegyzett liga, szóval ő egy extra profizmust és magas szintű kosárlabda szemléletet tud hozni a csapatunkhoz. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtatok a felkészülés során? Mennyire látszik, hogy beválnak ezek a játékosok? Sajnos volt egy két kisebb sérülés, ami miatt azért a felkészülési mérkőzések javarészén nem tudtunk teljes kerettel kiállni, viszont az utolsó két hétben már mindenki a rendelkezésünkre állt. És én azt gondolom, hogy az, amit szeretnénk megvalósítani minden játékrendszerben, mind szerepkörökben vagy hierarchiában, az most már egész szépen kirajzolódik. Nem mondom azt, hogy készen állunk, hogy már minden pont flottul működik, de szerintem jó úton haladunk, és egy jó szezonnak nézünk elébe. Péter, milyen volt a felkészülés? Abszolút pozitív volt szerintem. Nyilván az volt, amit a Szabi is mondott, hogy
nem mindig tudtunk ugye teljes kerettel kiállni a mérkőzésekre, azért felborul ilyenkor a rotáció, de így a végére, amikor tényleg mindenki bevethető volt, akkor szerintem pozitív volt a játékképe, és játszottunk erős külföldi csapatokkal is, ami abszolút segítette a felkészülésünket, úgy érzem. Felvetődik mindig a kérdés, mire lehet jó ez a csapat. Persze a bajnokság elején járunk, és mindenki erősített, meg átalakult, de azért titkon biztos megvan a cél. Természetesen. Hát nagyon fontos egyrészt, hogy a klub vezetése, a menedzsmentje által megfogalmazott cél tiszta legyen. Ez ismét a playoffba kerülés, tehát a legjobb 8-ba kerülés. Ez az a cél, ami úgymond a minimum elvárás a csapattal szembe. Na, természetesen nekünk vannak belső céljaink, amik talán azt mondhatom, hogy ennél magasabb szinten vannak, de ahogy mondtad, ez egy teljesen új bajnokság, szabályváltozásokkal, teljesen átalakult keretekkel, szóval meg kell várni egy pár fordulót, hogy tényleg egy kicsit tisztábbak legyenek az erőviszonyok, de mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy előbbre végezzünk. Milyen szabályváltozásokkal is kell számolni ebben a szezonban? Többek között azzal, hogy most már nem kell kötelezően a fiatalokat beépíteni a csapatba, és nem tudom, még van-e egyéb? Igen, az egyik a fiatal szabálynak az eltörlése, a másik pedig, hogy 5 légiós helyett már csak 4 légiós lehet benevezve egy adott mérkőzésre. Ez nyilván azt jelentette a nyáron a csapatok számára, hogy magyarokkal kellett megpróbálni feltölteni a keretet, úgyhogy ugye egy légiós hely, de kevesebb volt. Én azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik eddig bizonyítottak a fiatal szabály védelme alatt, ha ők tehetségesek és hasznosak voltak, akkor ők most is a pályán lesznek. Nem biztos, hogy annyi játékpercet, de ez nem is olyan nagy baj, hiszen hogyha versenyszituációt teremtesz ezeknek a játékosoknak, akkor az extra motivációt jelenthet, és számukra nyilván a pályán töltött percek mellett a folyamatos fejlődés kell még mindig, hogy a fókuszban legyen. Nálunk szerintem ez elég jól sikerült. Petiéken kívül még a 2007-esek, akik följöttek az akadémiáról, és most a felnőtt csapattal készülnek, ők is nagyon tehetséges játékosok, nyilván Peték már előbbre tartanak, és azért bizonyítottak már az elmúlt években, de szerintem több olyan játékos van itt a Soproni utánpótlásban, aki előtt nagyon szép jövő állhat. Peti, te vagy tulajdonképpen a Soproni kosárlabdázás egyik nagy tehetsége, aki bizonyít is rendre, de azért neked is a versenyhelyzetben meg kell felelni mindig, hiszen tényleg konkurenciát te is kapsz bőven, ezzel hogy tudsz megbirkózni? Hát én alapvetően szeretem az ilyen versenyhelyzeteket, hogy ki kell harcolni saját magadnak a helyet, és úgymond csapatomból is van egy verseny, hogy én például az irányító helyére pályázok, mert én szeretnék a kezdő irányító lenni, és ez azt gondolom, ez jó hatása van a csapatra, hogy mindenki húzza a másikat, hogy többet tegyen bele és többet csináljon. Szóval ezzel nekem abszolút nincsen gondom, és élvezem ezt a szituációt. Itt említettük a fiatalokat, hogyha most valaki pár évvel fiatalabb nálad, akkor mit tudsz nekik javasolni vagy üzenni, hogyha tényleg profi kosárlabdázók szeretnek lenni, akkor mit kell tenniük? Hát legyenek türelmesek és csinálják meg a napi munkát, mert hosszú távon az fog kifizetődni, hogy amikor nem is látod az eredményt az egyik napra a másikra, akkor csináld, mert előbb-utóbb úgy is be fog érni a kemény munka szerintem. Szabolcs pedig azt mondta, hogy tehát a fiataloknak attól nem kell tartani, hogy eltörölték a fiatal szabályt, attól nem lesz nekik játék lehetőség, a tehetségek utat törnek maguknak, tehát ott lehetnek majd a csapatban. És említsünk néhány szót a mesterről is, Potocnik mesterről, mert hogy ő azért, hát azt mondom, hogy nagyon-nagyon szigorú. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kőkemény fegyelem van az edzéseken, a mérkőzéseken, azért már megszokhattátok egymást. Milyen vele együtt dolgozni, és hogyha most mondjuk ő itt ülne, akkor gondolom ő is hasonló célokat fogalmazna meg. Vélhetően igen, hiszen mi nyilván tulajdonképpen borzasztó szoros kapcsolatban vagyunk egymással szakmai szempontból. Rengeteg időt töltünk a taktikának, illetve a csapattal kapcsolatos minden témának az elemzésével.
Gáspár egy borzasztó maximalista ember, viszont ezt mindig a csapat érdekében teszi, és próbál tényleg minden apró részletre odafigyelni, nem csak a taktikát vagy a pályán lévő dolgokat tekintve, hanem a csapatot körülvevő rendszerre is, hogy a játékosoknak minden adott legyen, hogy tényleg csak az edzésekre és a mérkőzésekre kelljen koncentrálni, hiszen ezek azért nála eléggé energiaigényes dolgok, és tényleg a minden játékosnak bele kell tenni a maximumát, hogy az ő elvárásait vagy sztenderdjeit tudja teljesíteni, nyilván amúgy a stábtagoknak is. Viszont én azt gondolom, hogy most ugye ez egy nagyon fiatal keret lesz, szerintem a 23 év körül van az átlagunk, lehet, hogy egy picit alatta a csapat átlag, szóval egy ilyen csapatnak erre van szüksége, kőkemény munka, fegyelem és alázat, és ezek azok a dolgok, amiket Gáspár megkövetel minden egyes nap. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az eleje nyilván az nehéz, ameddig felveszi a ritmust egy adott játékos, de amint ebbe beleszokik, utána viszont ennek az eredménye ki fog jönni. Még néhány gondolatot ejtsünk arról, hogy Péter az U20-as válogatottat is erősíti. Azon a fronton mi újság, milyen hírekkel tud szolgálni? Hát ugye most nyáron volt nekem az utolsó utánpótlás válogatott évem, és ugye a B divíziós Európa bajnokságon szerepeltünk. Egész tűrhető eredménye, azt gondolom, ugye a hatodik helyen végeztünk, ami összességében nem rossz, de lehetett volna jobb is, és igazából így örülök, hogy így sikerült az utolsó nyaram az utánpótlás válogatottal, és várom az első szabad nyaramat. Ja, igen, de hogyha a férfi felnőtt válogatott behív, ki tudja? Hát akkor ugye? Igen. De hát ez is cél lehet, én azt mondom, és cél is, hogy a férfi felnőtt válogatottban is majd bemutatkozzál. Mindennek eljön szerintem az ideje. Megkezdődött a bajnokság, szurkolóknak mit üzente? Hát csak azt, hogy nagyon számítunk rájuk. Tavaly is óriási hangulat volt a hazai mérkőzéseken. Tényleg nagyon hálásak vagyunk nekik, mert amikor szükségünk volt egy kis plusz energiára, hogy egy adott mérkőzés a mi javunkra dőljön el, akkor azt ők mindig megadták nekünk, szóval hálásak vagyunk, és számítunk rájuk, hogy idén is ez így lesz, és mi pedig mindent meg fogunk tenni a pályán, hogy kiszolgáljuk őket. Egyetértek a Szabival. Nagyon jó, remek zárszó. Hajrá, SKC, az új szezonban is. Sikeres szezont kívánok nektek. Köszönöm szépen Baksa Szabolcs másodedzőnek és Csendes Péternek, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Az SKC a szezonnyitó meccsén egy rendkívül izgalmas és kiélezett mérkőzésen hosszabbítás után győzött a Debrecen ellen. A hazaiak az első fél időben vezettek, ám a harmadik etapban feljött a vendégcsapat, és a vezetést is átvették. 5 másodperccel a meccs vége előtt biztosnak tűnt a soprani győzelem, ám a vendégek játékosa egy szerzett labda után bedobta a hosszabbítást érő triplát. A ráadás is izgalmasan alakult, az utolsó pillanatban fordította Sopran, ezzel egyetlen ponttal megnyerte a szezonnyitó meccsét. Idén is megrendezték a 3 a Károly futóversenyt a Károly kilátónál. A rendezvény idén is népszerű volt a futók körében, mintegy 80-an vágtak neki a néhol igencsak nehéz erdei terepnek. Az őszi futószezon egyik legnépszerűbb terepfutóversenyét szervezték a hétvégén. A 3 a Károly elnevezésű versenyt hagyományosan a Károly kilátónál szervezik évről évre. A résztvevők különböző kategóriákban indulhattak. A gyerekek rövidebb, míg a felnőttek hosszabb távon próbálhatták ki erejüket, sőt, kutyás futásra is nevezhettek azok, akik kedvencükkel együtt szerették volna teljesíteni az olykor kifejezetten nehéz erdei útvonalon vezetett pályát. A sporteseményen részt vett dr. Csiszár Szabolcs alpolgármester, valamint Magas Ádám, Abdai Zsolt, Dóra György önkormányzati képviselő is.
Minden egyes sportesemény, amikor a soproniak egy kicsit ki tudják próbálni magukat, és mozogni tudnak, és egészségesen tudják mondjuk a hétvégéjüket elkezdeni, ez minden alkalommal nagyon fontos nekünk. Különösen fontos ez a szervezőknek, hiszen 11. alkalommal szervezik meg a 3 a Károly terepfutó versenyt. Nem könnyű a pálya, mondhatnánk inkább azt, hogy egy nagyon kemény pályáról van szó. 21 km, 10 km, illetve lehet váltóban is indulni gyerekeknek, és ugye egy kimondott egy kis családi program így szombat délelőtt, kicsit hűs az idő. Én azt hiszem, hogy itt a Trianon Parkból elindulva, és a 3 a Károly az arról szól, hogy háromszor kell éríteni a futás során három különböző pozícióból a Károly kilátót. Ez is megmutatja, hogy milyen gyönyörű helyen lakunk. A Soproni hegység az jól futható, kicsit persze nehezen, de alapvetően jól futható terep. Az emberek szeretik, jó ide kijönni, jó itt lenni, és a gyerekeknek is és a futóknak is egy nagyon nagy élmény. Ezt kívánom egyébként a mai nap is mindenkinek, hogy érezze jól magát, és természetesen mindenkinek, hogy győzze le magát elsősorban, persze a győzteseknek is meggratulálni fogunk. A különleges erdei futóverseny története már több mint 10 évre nyúlik vissza. A szervezők célja, hogy az itt élők a soproni parkerdő szépségeit mozgás közben is felfedezzék. 11 évvel ezelőtt találtuk ki azért, hogy itt a Soproni parkerdőben lehetőséget biztosítsunk olyan embereknek is, akik nem biztos, hogy kimozdulnának, úgyhogy egészség szempontjából nagyon fontosnak tartjuk ezt a rendezvényünket, és teljesen gyerekektől egészen a felnőttekig itt tudunk biztosítani sportolási lehetőséget, edzettségi szintnek megfelelően. A verseny után minden kategória első három helyezettje dobogóra állhatott, ahol érmeket kaptak kiváló sport teljesítményük elismeréseképpen. Ez volt a Hajrá Sopran mai adása. Műsorunkat újra megtekinthetik a sopranmedia.hu-n vagy online felületeinken. Ne feledjék, továbbra is Hajrá Sopran. Minden jót kívánok, viszontlátásra!